Megkezdődött a Mázsaház utca felújítása és a kerékpárút építése. A két helyszínen egyidejűleg folynak a munkálatok, megtörtént az útalapok kialakítása és murvázása. A Mázsaház utcánál már a szegélykövek is a helyükre kerültek. Ezen a részen természetesen nem lehet közlekedni, a Toldi utca a Búzavirág utca felől közelíthető meg jelenleg. A kerékpárút aszfaltsávja a vasútállomás utcájától a Varroda egykori épületéig tart majd, innen az úttesten kijelölt szakaszon lehet majd közlekedni a Dunaparti új sávig. Így egy közel 3,5 kilométeres városrészeket összekötő szakasz lesz majd, kerékpárral is jól bejárható. Mindkét munkálat elvégzésének végső időpontjaként a télbeálltát jelölték meg. A kerékpárút teljes szakasza 111,5, míg a Mázsaház utca 275 méteres szakasza 36 millió forintba kerül majd. A népszerű meseíró Benedek Elek születésnapját ünnepelendő a nagyobbacska ovisokat és a kisiskolásokat várták az Eötvös József művelődési házba szeptember 28-án a népmese napjára. Itt meglepetésként a Trombulin Színház duójának mesés játékos báb előadása várt rájuk. Megsütötte a karácsot! Na. A libákat! Libákat! És más finomság! Egy nagy szakajtóba tette. Jöjj! Meg megfőzte. Nézzenek oda! Még a két lovat is kikötötte az istáról. Mi már egy kis libulibú? Igám! Na te ember! No. Itt maradok még is. Adj egy csókot. És kibékít az ég. Tedd le a kezed. Ismét osztálytalálkozóra kaptunk meghívást, ezúttal az Eötvös József Általános Iskola fél évszázaddal ezelőtt végzett diákjai invitáltak minket a Faház étterembe egy hangulatos, sok-sok beszélgetéssel egybekötött megemlékezésre. Megható pillanata volt a találkozónak, hogy megérkezett Bús István tanár úr, aki egyenként szólította a diákokat, hogy meséljék el röviden, mi minden történt velük azóta, hogy szeretett iskolájuk útjukra engedte őket. Az Isten elszorított belőle 11-et, mert más feladatot tűzött rájuk. Írtam egy jelentéssort, ami azt jelenti, hogy tanárunk szólítani fogja népsor szerint a diáktársaimat, és kettő belőle, hogy nem szóljon el, egy pár mondat erejéig mindenki mondhatára valamit.